Sziasztok! Üdvözöllek újra benneteket! Ebben a részben arról szeretnék beszélni, hogy milyen módon tud a narcisztikus megbüntetni benneteket. 9 féle büntetést írtam fel. És ezt szeretném veletek megosztani. És azt hiszem, hogy a végére totálisan egyet fogtok érteni. Tehát 9 féleképpen tudnak büntetni a narcisztikusok. Az első módon az érzelem megvonása. Tehát mit értek ez alatt? Levegőnek néz. Nem kommunikál veled. Ghosting. Szürke szikla technikát beveheti. Tehát teljesen, mintha nem is léteznél. Valamikor, tehát előfordulhat az is, hogy ilyenkor örülsz egy kicsit, hogy legalább most nem kell attól tartanom, hogy elkezd veszekedni, vagy elhord mindennek. De egy kapcsolatban az érzelem megvonása, tehát ezek a taktikák, hogy mondjuk elhúzódik tőled, hogyha meg akarod ölelni, elhúzódik tőled, vagy ellök téged, hogyha mondjuk egy puszit akarsz neki adni, akár eljátszhatja azt is, hogy az ágyba, tehát elbarikádozza magát, nem engedi, hogy hozzáérjél. Szóval egy ilyenfajta büntetés hosszú távon egy kapcsolatban, ugye mit tesz veled? Tehát egyedül érzed magad. Tehát érezteti veled azt, hogy te egy senki vagy. Te még csak azt sem érdemled meg, hogy hozzád szóljon. Ugye ez egy kemény érzelmi büntetés. Én mondjuk a kapcsolatunk végére én örültem neki, mert én így el tudtam így lenni az én kis világomban, nem foglalkoztam vele, azt sem érdekelt, hogy ő mit csinált, tettem a kis dolgom. De ugye ez a kapcsolat végén volt. Ugye a kapcsolat alatt ez már teljesen más. Amikor neked szükséged lenne egy támogató személyre, aki tanácsot ad neked, akivel meg tudod beszélni a problémádat, ugye ez lehetetlenség. Főleg ilyenkor, hogyha érzelmileg ő kiszáll pillanatnyilag a kapcsolatból, és hogy eljátsza azt, hogy na hát én most nem szólok hozzád.
kettes az a híres narcissistic rage, a híres narcisztikus dükitörés. Ugye ezt mindannyian ismerjük. Ugye ez állandó tojáshéjon járkálás. Jaj, hogy nehogy csak csinálják valami olyat, amivel kiváltom a haragját. Ugye ez az állandó félelemérzet, hogy mindennek úgy kell lennie, minden az élére állva, minden, tehát nem is mondhatok olyat, nem is csinálhatok semmi olyat, amivel mondjuk kiváltom a haragját. De igazság szerint bármit teszel, ha a narcisztikus esetleg úgy gondolja, akkor bármikor, bármi miért rád zúdíthatja a haragját. És sokszor fizikai bántalmazáshoz is vezethet. Ugye gondolom, nem kell részletezni, hogy mondjuk behúzott egyet, és akkor utána 2 hétig, ugye, te sminkelted magad, vagy napszemüvegbe jártál, mondjuk példa. Tehát a narcisztikus harag. Hármas. Passzív-agresszív viselkedésük. Ezt nagyon nem is firtatnám, mert tudjuk mindannyian, hogy mit akar ez a passzív-agresszív viselkedés. Az biztos, hogy az énekszem ezt rendkívül szerette alkalmazni a kapcsolatunkban. Ez sem egy kellemes helyzet. És ezzel ugyanúgy érzelmileg teljesen tönkretesz téged. Négyes. Nyilvános lejáratás. Tehát mondjuk értem az alatt, hogy mondjuk elmentek egy baráti összejövetelre, mondjuk egy karácsonyi parti, vagy egy szilveszteri parti, vagy családi vacsora. És mondjuk elkezdi kibeszélni, mondjuk egy féltett titkodat, amit megosztottál vele. És ugye te csak hüledezel. És nagyon nem is persz megszólalni. Hogy tud téged ilyen helyzetbe hozni a narcisztikus? Így lejáratni téged. És sokszor mondjuk családi vacsoránál, mondjuk te elpanaszoltad neki, hogy a bátyáddal, vagy a nővéreddel, vagy az testvéreddel összetűztetek, és hogy ugye ez milyen érzést váltott ki belőled, és akár felhozhatja azt is, hogy jó látni, hogy most így helyreállt köztetek a viszony, mert nem hittem volna azok után, amit te mondtál a testvéredről. De jó látni.
hogy újra beszélgettek. És ugye ezzel tönkreteheti, teljesen tönkreteheti mondjuk a kapcsolatodat a testvéreddel, vagy esetleg édesanyáddal, édesapáddal. Az ötös befeketítés. Tehát ugye ez a smear campaign, a lejárató kampány. Ugye bármit, kitalált dolgokat, megtörtént eseteket, vagy éppen azt, amit ő tett ellened, úgy állítja be, hogy te csináltad. Ugye egy ilyen lejárató kampányt indít ellened. Most ilyenkor mit tudsz csinálni? Nagyon semmit. A legbölcsebb dolog ilyenkor nem beleszállni a játékába, hanem csendben maradni. Mert aki ismer téged, az úgy is tudja, hogy ez nem rád van. Tehát a legbölcsebb ugye ilyenkor az, hogy végül is némán tűröd. Ugye ellenkezni nem igazán szerencsés, mert ugye akkor jöhet utána a narcisztikus azzal, hogy na ugye megmondtam. Ugye megmondtam. Hogy ő ezt és ezt csinálja. És nem bírja elviselni, hogy lerántottam róla a leplet. Én is átestem ezen. Facebookon rengeteg lejárató kampányt indítottak ellenem családjával együtt. És mit csináljak? Semmit. Nem csináltam semmit. Elkönyveltem magamban, hogy öregem. Igen, erre is képesek. Hatos. Fenyegetések. Ugye ez lehet testi fenyegetés, lehet érzelmi fenyegetés, zsarolás, mondjuk olyan SMS-eket ír neked, amiben megfenyeget téged, hogyha nem hagyod abba, akkor ez és ez lesz, ha nem szállsz le rólam, ez és ez lesz. Ez nálunk is megesett, ugye nem igazán akart rendes gyerektartást fizetni, és hát ugye én írtam neki egy e-mailt, hogy ugye ez nem igazán korrekt, hogy amíg te ide is ide mész nyaralgatni mindenféle exotikus helyekre, addig a gyerekednek meg, tehát nem gondoskodsz a gyerekedről anyagilag. És a végén az volt, hogy megfenyegetett engem, hogyha nem hagyom abba az ugrálást, akkor inkább kilép a munkahelyéről, és akkor nem fizet semmit sem. Vagy megbánom. Tehát ugye fenyegetések, mint ahogy mondtam. Lehet az is, megnyilvánulhat úgy is, hogy követ téged.
Ugye egyes esetekben mondjuk, ha annyira nincsen helyén az esze, bármilyen hülyeséget képesek megcsinálni. Tehát mondjuk kamerát szerelnek a házadba, tudtod nélkül, az autódra nyomkövetőt, feltörik az e-mailedet, stb. Tehát a fiókjaidat, az online fiókjaidat, nevedben küldözgethetnek mindenkinek, az ismerőseidben, olyan üzeneteket, amivel, tehát árt a kapcsolataidnak. Esetleg, ugye ez komoly kárt tud esetleg okozni a karrieredben is. Tehát bármit képesek kitalálni, bármit. Felhívhatja mondjuk a főnöködet, és mondjuk egy kitalált sztorit mond neki, és lehet, hogy elveszted miatta a munkahelyedet. Hetes. Tehát szakítás után mi az első végül is, amit tudnak csinálni, amivel tudják, hogy a tört nem csak beléd is döfik, de még meg is csavarják. Ez az, ugye, amikor új kapcsolatot létesítenek. És ahol csak lehet, ahol csak tudják, ugye fényképeket tesznek fel az új életükről, ugye, hogy és mondjuk megjegyzésként oda is írhatják, hogy végre tudom, milyen szerelmesnek lenni, végre boldog vagyok, szuperul érzem magam. Mindig is ő volt az új kapcsolata, ugye a nagy ő, akire vágyott, és végre megtalálta. És ugye nem félnek a tudtodra adni ezt. Sőt, ugye ez orrod alá dörgölik. És ugye ezért mondtam azt, hogy nem csak beléd döfik a kés, de még jól meg is forgatják. Mert tudják, hogy ez fájdalmat okoz. Mert ugye, hogy viselkedtek veled? És ugye most eljátszák a hőszerelmest. És mondjuk most pont azt csinálják. Pont úgy bánnak, ugye, az új partnerrel. Mondjuk olyan dolgokat csinálnak, amit veled visszautasítottak. Tehát elmegy mindenféle egzotikus nyaralásokra, veled meg nem volt hajlandó. Például, ez csak egy példa. Nyolcas, a pénz. Ugye megvonhatják tőled a az anyagi juttatást. Mondjuk esetleg, hogyha ugye válópernél mondjuk azt ítélte a bíróság, mondjuk nem tudom, hogy otthon ez divat-e, de ugye külföldi országokban, hogy ugye eltartást, köteles eltartást fizetni a volt feleségnek. Ugye a közös ingó dolgokat, ugye ki hogy kapja meg, stb. Stb. Tehát
Rengeteg sztorit hallottam. Tehát, ha jó ügyvédje van neki, képes kiforgatni téged mindenből. És mondjuk az életben, mondjuk együtt voltál vele 20 évig, és nem engedett téged dolgozni. És nincs munkahelyed. Nincsen félretett pénzed. Nem tudsz elindulni. Rengeteg sztorit hallottam. Akkor bármikor megvonhatja a gyerektartást. És vagy van kedve fizetni, vagy nincs. Sokszor mondjuk, hogyha karácsony van, és nem vesz semmit a gyermeknek, hanem pénzt ad neki mondjuk. Sokszor ez beleszámítja a gyerektartásba. Ugye az én exem ezt megcsinálta, nem egyszer. Tavaly is, tavaly előtt is. Tehát pénzügyileg is tudnak keményen büntetni. Kilences. Ez a híres, ugye én szóltam, megmondtam neked, nehéz lesz az élet nélkülem. Ugye szakítás után, vagy hogyha közlöd vele, hogy te nem akarod ezt a kapcsolatot folytatni. Ugye elkezdted fenyegetni, hogy figyeld meg, majd ez lesz, és ez lesz. Nem fogsz te nélkülem megélni. Nem tudsz nélkülem megélni. És sokszor ugye keresztbe is tesz neked bizonyos területeken, hogy meghiúsítsa a mondjuk egy új munkahelyet, vagy bármit. Bármit. És jön a híres, ugye ez, hogy na én szóltam, megmondtam neked, hogy ez az elégedett vigyóról a kielégült vigyóról a képükön. Én ezt a 9 módot találtam. De végig gondoljuk, hogy ez nagyon is igaz rájuk. Ez mind nagyon igaz. Ha bármi hozzáfűzni valótok van, nyugodtan kommentbe írjatok le, és ha tetszett, lájkot légy szíves. Köszi szépen. Találkozunk nem sokára. Sziasztok!